Tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket ballagási ünnepségünkön, a Kiskuhalasi SC Kiskörösi Vattai Technikum minden munkatársa és tanulója nevében. Külön köszöntöm Rideg Lászlót, a Bács-Kiskun Vármegye közgyűlésének elnökét, Kiskörös város polgármesterét, Domonyi Lászlót és a képviselőtestület megjelent tagjait. Külön köszöntöm a Kiskuhalasi Szakképzési Centrum főigazgatóját, Pap Gyulát, főigazgató helyettesét, Dikker Józsefet és kancellárját Csúszdi Zoltánt, iskolán korábbi igazgatóját, Antalfi Antalt és a Battei család képviseletében Bátonyi Pált. Tisztelt vendégeink! Az ünnepség ideje alatt kérem kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Köszönjük! Műsorunk kezdeteként énekeljük el közösen a himnuszt. Ernest Hemingway, soha ne légy szomorú. Soha ne légy szomorú, ha a valóság túl rideg, s ne keseredj el, ha nem találod helyed. A valós élet olyan, mint a csörgedező patak, előfordul néha, hogy nehezebben halad. Ha nem találod céljaid, ne gyötörd magad. Idővel majd alakul, mi a percben, csak gondolat. Kérdezhetnéd, miért élünk, de senki nincs, ki választad. Minden napunk küzdelem, mely mind halálig megmarad. Ha csalódott vagy, s úgy érzed, hogy minden hullám összecsap, gondolj bele, mennyi ember vállalná a sorsodat. Mindig csak a jóra figyelj, s hibáidat elfeledd. Ha önmagadat elfogadod, könnyebb lesz az életed. Ha nem látod a fényt, a napot,
nyisd ki jobban a szemed. Gondjaid közt tartogat még csodákat az életed. Mindig csak a mának élj, s az örök szabályt ne feledd. A holnap mindig tiszta, mivel nem szennyezi semmit tett. Iskolánk tanulójának, a 9. osztályos Tiszai Márknak előadását hallhatták. Zongorán kísérte Balázs Nagy Gabriella, a Kiskörösi Szólam alapfokú művészeti iskola tanára.
Az iskolánk diákjainak nevében Keresztúri Adrián, a 12. A osztály tanulója búcsúzik a ballagó diákoktól. Kedves ballagó diáktársaim, tisztelt oktatók, kedves vendégeink! Végig tekintve végzős diáktársaim hosszú sorain, eszünkbe juthat, milyen fontos pillanat előtt állnak éppen. A ballagás az egyik legfontosabb esemény az életünkben, ifjúságunk utolsó szertartása, a továbblépés jelképező rituálé. A középiskolai évek, emlékek mindenki számára fontos útravalóval szolgálnak, az itt eltöltött idő lelki-szellemi fejlődésünk meghatározó pontja. Kedves végzősök! Végre elérkezett számotokra ez a nap is, sok évnyi tanulás, jól teljesített elvárások, és persze számtalan örömteli pillanat áll mögöttetek. Ti tudjátok talán a legjobban, hogy a középiskolás évek mennyi boldogságot adtak számotokra az elmúlt időkben. Amikor az első napon léptétek át a vattai kapuját, már is izgalommal telve kezdtétek megismerni iskolátokat, és talán már az első hetekben kezdtek kialakulni a köztetek lévő erős és szoros baráti kötelékek. A mai napon viszont, ha osztálytársaitokra, barátaitokra néztek, akaratlanul elönti szíveteket a búcsúzás érzése. Búcsúztok társaitoktól, az oktatóktól, iskolátoktól. Távozni mindig nehéz. Hiányozni fog minden, ami eddig körülöttetek volt. Az osztálykirándulások, az óraközi szünetek, a büfé előtti sorban állás, a diáknap és sok más apróság, melyek a hétköznapok pillanatait színessé tették. Egy utolsó nagy megmérettetés azonban még előttetek áll. Sok tanulással, rengeteg elvárás kellett már eddig is sikeresen teljesítenetek, aminek köszönhetően, még ha most nem is így gondoljátok, felkészülten kezdtettek neki a szakmai, illetve az érettségi vizsgáknak. Bizonyára tudjátok, hogy életetek ettől a pillanattól kezdve elkerülhetetlenül megváltozik. Kinyílik előttetek a felnőtt kor ajtaja, átléphetitek a vágyott szabadság küszöbét, ami sokkal nagyobb felelősséget is rejt magában. Ám nem kell félnetek a változásoktól. Ahogy Gellért Dorottya mondja, van valami megnyugtató abban, hogy az élet állandóan változik, hogy minden elmúlik, hogy ez is része az egésznek. A legfontosabb, hogy éljetek a változás hozta lehetőségekkel, és találjátok meg a belső nyugalmat életetekben. Teljesedjetek ki választott szakmátokban, vagy folytassátok tanulmányaitokat, egy dolgot azonban soha ne felejtsetek el, embernek és emberségesnek maradni. Ne felejtsétek el szüleitek, oktatóitok önzetlen támogatását sem, hiszen nekik is köszönhetitek, hogy eljutottatok ideáig. Kedves végzős diáktársaim! Kovács Róbert szavaival szeretnék búcsúzni tőletek. Megtanulni egyenesen, rendíthetetlenül állni, és megtanulni töretlenül menni előre. Ez a két dolog elengedhetetlen a békés, egészséges és javarészt boldog élethez. Köszönöm szépen!
Kovács Réka, 12. B, és Vicián Marcell, 12. A osztályos tanulók produkcióját láthatták, akik gömöri táncokat adtak elő. A ballagó diákok nevében Harnóci Balázs, 2/14. A osztályos tanuló mondja el búcsúzó beszédét. Kedves végzős diáktársaim! A mai nap a végső búcsúzás napja. Mindannyian szomorúan tekintünk körbe, keressük a társaink tekintetét, nézzük az iskola épületét. Ilyenkor meghatódunk, magunkba tekintünk és mérlegelünk, sorra vesszük a régi emlékeket. Azokat az eseményeket, amelyek megnevettettek minket, elszomorítottak, csodálkozással vagy ijegységgel töltöttek el bennünket. Most minden ott nyüzsög a fejünkben, felbukkannak még az elhalványult emlékek is, amelyek nosztalgiával töltenek el minket. A ballagás meghitt hangulata miatt szorongást is érezhetünk a nosztalgia mellett, de a szüleink büszkén tekintenek ránk, mert már látják bennünk a felnőttet, habár lehet mi még inkább gyermeknek érezzük magunkat. De ideje megbarátkozni a gondolattal, hogy már felnőtté válunk, érettebbek lettünk. Azonban gondoljunk most másképp erre a napra. Ne az elmúlást lássuk csak. Tekintsünk vidáman és mosolyogva az elmúlt évekre. Mert én pont így akarok emlékezni, hogy vidámak és gondtalanok vagyunk. Ne szomorkodjunk, hiszen az emlékek nem vesznek el, azok mindig velünk maradnak, ha megőrizzük szívünkben őket. A szalagavatón az osztályfőnököktől kaptunk útravalót, most én is adok nektek egyet. A nevetés az élet sója. Nevessetek a tévedéseiteken, de okuljatok belőlük. Üzzetek tréfát a megpróbáltatásaitokból, de merítsetek erőt belőlük. A nehézségeket tekintsétek vidám játéknak, de küzdjétek le őket. Ne feledjétek tehát, hogy a mosoly, a nevetés átsegít az élet lejtőjén, és feletteti a szomorú perceket. Megértést hoz, és barátságot teremt két ember közt. Ez a mosoly adjon erőt nekünk a megpróbáltatásokhoz, a hamarosan kezdődő vizsgákhoz. Mindenhez sok sikert, kitartást és erőt kívánok! A végzős osztályok iskolánk zászlájára helyezik a búcsúzás és köszönet szalagjait. Az, ami éppen most kezdődik el, egyszer annak is vége, mindig változunk, de sose növünk fel, sose feledünk téged. Szalagot köt fel a 3/11/1-es osztály, asztalos, épület és szerkezetlakatos és pincér vendégtéri szakember tanulók nevében András Péter. Most elég az útra, gyakran rosszak voltunk, gyakran szakni vágytunk, csak szívből vitáztunk, ha esetből rigáztunk, nem tart örökké semmi az égvilágon, senki nem kéri számon már azt, hogy miért hibázom. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor. Az, ami éppen most kezdődik el. A 2/14. A osztály informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus tanulók nevében Szeg Zsolt. A 2/14. B osztály pénzügyi számviteli ügyintéző, képgyártás technológiai technikus tanulók nevében Orcsik Enikő. Gyúlnak a fények, nem feledünk téged el, aki mindig egy helyben áll, csak az nem téved el. Ha a kezemet fogtad, pontogattam a szárnyaim, mikor a nevemet mondtad, mondogattam az álmaim, a bánat ellen teli találat lenne, ha tanítanának. A KK 13/1-es osztály érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskolai tanulók nevében Németh Dorina. Amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor. Az, ami éppen most kezdődik el, egyszer annak is vége, mindig változunk, sose növünk fel. Hagyományainkhoz híven a ballagók átadják iskolánk zászlaját itt maradó diáktársaiknak. Mert mi ilyenek vagyunk.
kell, egyszer annak is vége. Kérni, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegít, mi visszavár. Mesélek apámnak, itt van, hogyha kell. Bucski, Bucskőt itt, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házás, annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házás, annak melegét mi visszavár. Kezed siratja bús magánya. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegít mi visszavár. A 4-es Street, Mesélek a bornak című dalát Ocskai Roland, 12. B-osztályos tanuló adta elő. Felkérem Francia László igazgatórat, mondja el ünnepi beszédét. Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni. Kedves vendégeink, szülők, kollégák, és nem utolsó sorban kedves végzős, ballagó diákok!
Ezt a Kossuth Lajos idézetet választotta egyik osztályunk útravalójául, és én is ezekkel a szavakkal köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel Balgás ünnepségünkön a megjelenteket. Ezek a gondolatok mai világunkban is érvényes, megfogadni való tanácsot tartalmaznak. A középiskolai tanulmányok kihívásai, nehézségei során sokszor lett volna okunk csüggedni, elkeseredni, de a most ballagók már bizonyítottak kitartásból, szorgalomból, az elvárások teljesítéséből. A ballagás egy időszak lezárása, de egyben az újrakezdés első lépése is. A végzősök nem csak az iskolától, hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, nem sokára munkába állnak, tovább tanulnak. Kedves vendégeink, a szakképzési rendszer átalakítása miatt most meglepően kevesen, ebben az évben közel 70-en ballagnak csak, most csak 4 osztály, 2 technikumi, egy szakközépiskolai és egy szakképző iskolai osztály búcsúzik iskolájától. Kedves ballagó diákok, a mai napon lezárul életeteknek egy fontos, meghatározó korszaka. Elbúcsúztok a középiskolától, ahol számtalan élmény, remélhetőleg sok-sok tudás, tapasztalat, barátság, szerelem alakult ki. Mi az itt eltöltött 3 vagy 5 év alatt próbáltunk vigyázni rátok, igyekeztünk nevelni, oktatni, felkészíteni a későbbi életetekre. Érettségivel és szakmai bizonyítvánnyal, technikusi oklevéllel kerülhettek ki az életbe, és remélhetően elegendő lesz az az alap, amit mi a képzésetek alatt biztosítottunk számotokra. Legyetek büszkék arra a tudásra, amit itt megszereztetek, bővítsétek folyamatosan, és használjátok a magatok és a körülöttetek lévők hasznára. Így tudtok kapcsolódni ahhoz a több mint 1000 éves örökséghez, amit mi Magyarországként szeretünk. Dolgozzatok és éljetek úgy, hogy minden este elégedettek legyetek az aznapi teljesítménnyel, és majdan aktív pályafutásotok végén legyen sok, vagy legalább néhány olyan dolog, amihez a ti nevetek fűződik. Kedves ballagók, most azt kellene kívánnom, hogy legyen az életetek akadályoktól és nehézségektől mentes, de elárulok egy nagy titkot, ez nem lehetséges. Így inkább azt kívánom, hogy legyenek olyan célok az életetekben, amikért érdemes erőfeszítéseket tenni, és a célok elérésekor semmivel fel nem érő örömöt átélni. Nagyon remélem, hogy azok a célok és kívánságok, amelyek a ballagás kezdete óta a lufik és a héliumgáz segítségével már az égben vannak, életetek következő időszakában be fognak teljesülni. Visszagondolva a tanévre, illetve az egész képzési időszakra, őszintén mondhatom, jó évfolyam volt. Emlékezetes évfolyam volt. De egy nehéz évfolyam volt. Időnként embert és pedagógust próbáló évfolyam voltatok. Szerencsére az emberi emlékezet szelektív. Ezért én már csak a legszebb dolgokra emlékezem. A jó hangulatú és hatékony közismereti és szakmai foglalkozásokra, a szakmai, tanulmányi sportversenyekre, túrákra, kirándulásokra, szakmai teljesítményekre, közös főzésre, pizzázásra, és például a tegnapi az egyetlen szakképzős osztályunk által prezentált pedagógus köszöntőre vagy köszönő vacsorára. Kívánom,
hogy ember legyen belőletek. Tervező, gondolkodó, cselekvő, tenni akaró és a terveit megvalósító, biztos alapokra építkező ember. Tanáraitoktól kapott iránymutatás segített, hogy ne térjetek le a helyes útról. Már tudjátok, hogy nem csak akkor tanítottak benneteket, amikor a tábla előtt magyarázták a tananyagot, hanem minden apró jellel, tekintettel, mozdulattal, példamutatással hatottak rátok. A középiskola legfontosabb hatása, hogy az érettségivel, szakmával rendelkező, dolgozó fiatalok maguk tudnak dönteni a saját dolgaikról. A döntés azonban nem csupán jog, hanem felelősség is. Az élet számos lehetőséget ad, amelyekkel tudni kell jól élni, okosan használni a megszerzett tudást, a kapcsolatokat, a képességeket. A becsület, kitartás, a szorgalom az egyedül járható út. Kedves szülők! Az önök számára is nagyon fontos a mai nap. Az a sok áldozat, amit gyerekükért hoztak, megtérülni látszik. A fiatalok befejezik középiskolás tanulmányaikat, amelyekben önöknek is nagy részük van. Reggelente keltegették lustálkodó lányukat és fiúkat, ellátták őket, hogy a diákok legtöbb energiájukat a tanulásra tudják fordítani. Megpróbálták megkönnyíteni életüket, amennyire lehet simává varázsolni az útjukat. Most gyermekeik új életet kezdenek. Fizikálisan valószínűleg távolabb kerülnek önöktől, megpróbálnak a saját lábukra állni, saját álmaikat megvalósítani. Ez így természetes. De továbbra is kell a szülői háttér, hiszen bármennyire is nagy az önállósodási vágy, a segítő támaszra mindig szükség lesz. Tisztelt kollégák! Köszönöm a több évtizedes oktató-nevelő munkátokat, különösen az osztályfőnököknek, Kuti Jánosnak, Franciáné Miks Évának, Májer Gubán Dórának és Kardos Bencének. Köszönettel tartozunk, és a diákok is köszönettel tartoznak azért, hogy minden nehézség, és néha még a tanulói ellenállás ellenére is eljuttattátok ezeket a fiatalokat a ballagásig, a tanulmányokat lezáró vizsgákig. Hatalmas munkátok van abban, hogy a középiskolai oktatás és különösen a nevelés a diákok személyiségének részévé vált. Bízom benne, hogy az együtt töltött évek alatt sokat tanultak tőletek, tőlünk, de akár egymástól is. Ha jól dolgoztunk, meg tudják különböztetni a jót és a rosszat, az értékest az értéktelentől. El tudják dönteni, mi a helyes út számukra, és tudják, hogy sikert csak kitartó munkával, szorgalommal, tisztességgel érhetnek el. Visszaemlékezve most a ballagó diákok itt eltöltött éveire, különösen a mostani tanévre, ki kell emelnünk és meg kell jutalmaznunk az erre érdemes végzős tanulókat. Kérem, hogy a szólított tanulók jöjjenek ki, és vegyék át elismerésüket, egy könyvjutalmat és egy vattai emlékérmet Kuncné Martin Regina igazgatóhelyettes kollégámtól. A 3/11/1 szakképző iskolai osztályból elsőként András Pétert szólítom, aki épület és szerkezet lakatos tanuló, ki közösségi munkájáért és példamutató magatartásáért kap jutalmat. Berszán Beatrix, pincér vendégtéri szakember, szintén a 3/11/1 tanulója,
közösségi munkájáért kap elismerést. Ugyancsak ebből az osztályból Jakab Dávid asztalos tanuló közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért, szakmai munkájáért és a szakma kiváló tanulója verseny vármegyei fordulójában elért kiemelkedő teljesítményéért. Dávid a verseny eredményével már teljesítette a szakmai vizsga legnehezebb részét, az interaktív vizsga részt, ebből már 100%-os és jeles eredményt fogunk tudni neki beszámítani. A KK13/1 szakközépiskolai osztályból közösségi munkájáért Bócsai Alexandrát szólítom. Szintén ugyanennek az osztálynak a tanulója, Németh Dorina, az Impom József helyesírási verseny vármegyei fordulójában második helyezést ért el. A 2/14b osztályból két tanuló kap elismerést, mindketten a jó tanulmányi eredményükért és a példamutató magatartásukért. Orcsik Enikő, pénzügyi számviteli ügyintéző, technikumi tanuló, és Podmanicki Dominik Attila, gépgyártás technológiai technikus tanulók. És végül, de nem utolsó sorban, a 2/14a informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus osztály következik. Kiemelkedő sporttevékenységükért Harnóci Balázs és Szlovák Dávid tanulók kapnak jutalmat. Sós Máté pedig közösségi munkájáért kap elismerést. És tényleg nem legvégül, de a Vattai díjas mindig a végére szoktuk hagyni. Szeg Zsolt, aki kitűnő tanulmányi eredményért, közösségi munkájáért, valamint az iskolában eltöltött 5 év alatt végzett, kiegyensúlyozott és kimagasló szakmai munkájáért. Zsolt az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus szakmában, az országos szakmai tanulványi verseny vármegyei fordulójában 84%-os teljesítményt ért el, mentesült a szakmai vizsga interaktív részének letétele alól, aminek az eredménye már jeles. Mindezekért az oktatói testület az osztályozó értekezleten egyhangú döntéssel 2024-ben Szeg Zsoltnak ítélte a Vattai díjat. Felkérem Bátonyi Pál urat, Vattai család leszármazottját, a Vattai Nemzetség Hagyományőrző Egyesület elnökét, hogy segítsen az átadásban.
Kedves búcsúzó diákjaink, azért ne sírjatok, egyelőre még nem örökre búcsúzunk. Május és június hónapban még sokszor fogunk találkozni a vizsgák előtt, és a vizsgák során is. Leghamarabb az érettségizőkkel, már hétfőn reggel. Mi igyekszünk tovább is törődéssel, figyelemmel, féltő szeretettel segíteni a középiskolai időszakot lezáró vizsgákat. Valahol nagyon jól van ez így, hogy a végzősöktől való elszakadásunk nem hirtelen, hanem fokozatos. Úgy múlnak el az életünkből, hogy magunk is alig vesszük észre. Kedves végzősök, őrizzétek meg jó emlékeitek között a középiskolát, a vattait, társaitokat, tanáraitokat. A Republik Együttes néhány sorát választottam nektek útra valóul. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Kedves fiatalok, szerencsés utat! Tisztelt vendégeink! A tanév végén Francia László igazgató úr megbízatása lejár. Így a mai ünnepségen nem csak a végzősöket búcsúztatjuk, hanem őt is, mint a vattai igazgatóját. Tisztelettel megkérem az igazgató urat, fáradjon a pulpitus mellé. Francia László 1961. május 16-án született Kiskunhalason. 1975-től volt a II. Rákóczi Ferenc mezőgazdasági szakközépiskola tanulója gépészakon, majd a Debreceni Agrártudományi Egyetem mezőtúri mezőgazdasági gépészeti főiskola karán szerzett üzemmérnöki képesítést 1982-ben. Végzettsége megszerzését követően Kiskunhalason dolgozott először termelőszövetkezetben, majd az autójavító vállalatnál. 1989-től lett a 621. számú ipari szakmunkásképző intézet műszaki tanára. 1994-ben a Miskolci Egyetemen Dunaújvárosi Főiskolai Karán mérnöktanári végzettséget szerzett kiváló minősítéssel. A szakképzés folyamatos változásaihoz, valamint az informatika világának egyre nagyobb mértékű elterjedéséhez igazodva 2003-ban szerezte meg újabb diplomáját a Veszprémi Egyetem tanárképző karának elvégzésével informatikai szakos középiskolai tanár végzettséget kapott. Tanulmányait folytatva Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2005-ben megszerezte a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát. Francia László oktatóként, munkaközösségvezetőként, gyakorlati oktatóvezetőként, illetve szakmai igazgatóhelyettesként 1989-től végigkövette és segítette a 621-es Ipari Szakmunkásképző Intézet átalakulását, a szakközépiskolai képzések, a szakiskolások középiskolájának bevezetését, a tantestület többszöri megújulását és minőségi képzettségi szintjének jelentős megváltozását, átélve többször is az intézményi fenntartóváltást. Két tanéven gyakorlati oktatóvezetőként, 16 éven át szakképzési igazgatóhelyettesként dolgozott a vattai középiskolai szakiskolában, melyet 2011-ben az év szakképző iskolájának nyilvánítottak. 2012-től dolgozik igazgatóként az intézményben, az eltelt évek során azonban 2014-2015-ös tanévben a Kiskörös térségi általános iskola, középiskola, szakiskola és kollégium intézményvezetője, megbízott főigazgatója is volt. A 2023-24-es tanévben 35 éve, hogy megkezdte oktatói pályafutását, és 12 éve igazgatóként vezeti a Kiskunhalasi SC Kiskörési Vattai Technikumot. Vezetőként nagy figyelmet fordított az iskola oktatási kínálatának folyamatos fejlesztésére, törekedett az oktatási feltételek javítására, megújította az iskola pályorientációs tevékenységét. Jól működő partnerei kapcsolatot ápol Kiskörös város vezetésével, intézményeivel, a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és ipari kamarával, a duális képzőhelyekkel.
Nehéz nevéhez fűződik a felnőtt oktatás, felnőtt képzés bevezetése a kiskörösi Vattaiban, melynek nem csupán vezetőként, hanem tanulóként is aktív részese volt, és így 2022. februárjában asztalos végzettséget szerzett. Igazgatóra tanév végén befejezi igazgatói tevékenységét, vezetői munkáját átengedi fiatalabb korosztálynak. Igazgatói megbízásának végre teljesült az álma, hogy a Vattai egyszer saját sportcsarnokkal rendelkezzen. Hogy ez ne csak álom maradjon, ezért nagyon sokat is dolgozott. Köszönjük a Vattai érdekében végzett több évtizedes tevékenységét, további munkájához jó egészséget kívánunk. Tisztelt vendégeink, felkérem a Kiskolasi Szakképzési Centrum főigazgatóját, Papp Gyulát, mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelt igazgató úr, kedves Laci, remélem meglepetésként ért ez az utolsó műsorrész. A Kiskolasi Szakképzési Centrum nevében szeretném megköszönni azt a munkát, amit letettél az elmúlt 9 évben közösen velünk, azt az alázatot és szakmaiságot, amit tanúsítottál ezekben az években. Hiszen az elmúlt 9 évben nagyon sok minden megváltozott a szakképzésben, alapvetően a teljes szakképzés megújult, átalakult, és úgy gondolom, hogy most tartunk ott, hogy letisztult, átlátható, átjárható rendszerrel állunk szemben. Ebben az időszakban nem csak a szakképzés alakult át, hanem az intézményed is, hiszen az összes épület felújításra került, energetikailag megújultak, napelemmel láttuk el őket, és nem utolsó sorban itt van ez a sportcsarnok is. Én úgy gondolom, hogy ehhez kellettél minden mozzanatánál, és a kezei nyomai ott vannak mindeniken. Köszönjük szépen azt az együttműködést, amit tanúsítottál a centrummal szemben, a kollégákkal szemben, és úgy gondolom, hogy büszke lehetsz arra, amit magad után hagysz. Ami a beiskolázási paramétereket illeti, azt is szívügyetként kezelted, és én úgy láttam, hogy mint egy igazi Simon, aki kivetette a hálóját és boldogan tapasztalta meg, hogy megtelt az halakkal, ugyanezt tetted, és megvan az eredménye, egyre több fiatal választja a szakképzést, Vattai megerősödött, megy előre. A Kisfalsi Szakképzési Centrum nevében szeretnék átadni egy halasi csipkét, amelyiken a munkádat szimbolizáló halász éppen kiveti hálóját, bizonyítva, hogy lehet a semmiből is. Köszönjük szépen azt, amit hozzátettél, a további pályádhoz egészséget, erőt, kitartást. Ünnepi műsorunk befejezéseként Vörös Marti Mihály Szóza című verse következik Schöffer Noel a 9. A-osztály tanulójának előadásában. Vörös Marti Mihály, Szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát, hunyadnak karjai.
Szabadság, itten hordozák vérej zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedes százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönny ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon-e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.